Középpont. Iránytű a pólusok között. Minden hétköznap 10-től délig itt a Hit Rádióban. Ez továbbra is a Középpont, a Hit Rádió délelőtti műsora. Király Tamás vagyok, és egy kiállításról fogunk beszélgetni. Megnyílt az Attila örökösei, a Hunoktól az Árpád házig című időszaki kiállítás, méghozzá a Magyar Természettudományi Múzeumban. Itt van velünk Bernert Zsolt, a Magyar Természettudományi Múzeum főigazgatója. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Hát ez egy nagyon-nagyon érdekes tárlat már csak azért is, mert nyilván ilyenkor felmerül a kérdés, hogy hát akkor van-e közünk a Hunokhoz, meg mi vagyunk-e Attila örökösei. Erre a kérdésre választod ez a kiállítás? Igen, a cél a kiállításnak az egy figyelemfelkeltés volt tulajdonképpen arra a kérdéskörre, hogy a 21. században a modern természettudományos módszerek, itt kell jelen esetben az antropológiára, a genetikára gondolni, különböző izotópvizsgálatokra, különböző ilyen szint 14 izotópos, tehát kormeghatározó módszerekre. Ezek a természettudományos vizsgálatok, ezek a történettudománynak olyan kérdéseiben is felhasználhatók, amelyek mondhatjuk azt, hogy évszázadok óta tulajdonképpen az országnak a lakosságát azt foglalkoztatják. Jelen esetben egy nagyon visszafogott és csak a tényekre szorítkozó kiállítást szerettünk volna megmutatni, és mutatunk meg. És a célunk az, hogyha ezek a vizsgálatok a következő években azzal az ütemmel, amit a kormányzatnak a szándéka tulajdonképpen biztosít számunkra előre halad, akkor 3 év múlva már egészen komoly összefüggéseket is be tudunk mutatni. Most azt már lehet látni, hogy a krónikás hagyományokon túl, illetve a népi hagyományokon túl van egyéb kapcsolat is. Egy-egy embernek a genetikai, egykorért ember genetikai vizsgálata, antropológiai vizsgálata jól megmutatja az ő eredetét. Különböző korszakokból vannak ilyen vizsgálati eredmények, ezek között már van szorványos genetikai kapcsolat is. De ez még az egész népességnek a tekintetéből következtetések levonására nem alkalmas, viszont mutatja azt, hogy a módszer, az a fajta vizsgálati metódus, amit mi szeretnénk végigvinni, az erre a kérdésre feltehetően egyértelműen fog tudni válaszolni. Hogy a kapcsolat az csak egy krónikás hagyomány, néphagyomány, vagy pedig ténylegesen nagy számú népesség, amelyik a hunkorban élt, az megélte a honfoglaláskort, vagy visszament a Attila halála utáni évtizedekben a keleti sztyeppövezetben, és az újabb népvándorlás hullámokkal visszatelepült az országba, milyen létszámmal érkeztek ezek a népek, milyen létszámban élték meg a következő történeti korokat. Ezekre a kérdésekre fogunk tudni választ adni. Hogyan tudják mindezt megjeleníteni? Mert nyilvánvalóan, ha ókori, bronzkori, vagy árpádkori, vagy sorolhatnánk a korokat, leleteket kell bemutatni, az érthető kiteszik, írják, hogy mi újság. Na de itt antropológiai összefüggésekről van azért szó, hogyha jól értem. Igen, most tulajdonképpen 3 dologra koncentráltunk a kiállításban. Egyrészt szerettük volna megmutatni azokat a koponyákat, amelyeknek a embertani, illetve genetikai vizsgálata tulajdonképpen az alapja a kutatásoknak. Ezek hunkoponyák, vagy egyszerűen csak itt a Kárpát-medencében talált? Ezek a Kárpát-medencében eltemetett hunkori olyan koponyák, akiknél a genetikai vizsgálat, meg az embertani vizsgálat tulajdonképpen azt is megmutatja, hogy ezeknek a személyeknek az eredete az belső Ázsiáig, ahova a történeti források mutatnak, ahol a hun birodalomnak a magja volt, ahonnan elindult a mozgás, addig ered vissza. Tehát ha valakire rá tudjuk mondani a mai tudásunk alapján, hogy nem csak hunkori, hanem hun a hunkori koponyák közül, akkor itt 2 ilyet lehet látni. Ezek mennyire hasonlítanak egyébként a mai emberre? Nekem az a történet jut eszembe, hogy egyszer Ják nevű településen találtak nagyon régi csontokat, és azt mondják, hogy a genetikájuk az szinte teljesen megegyezik a mai jáki emberékével. Igen, hát azért itt nagyon sok idő telt el, és ugye azt nem várhatjuk, hogy nekik az arcuk a minden egyes vonásában megegyezik a mai emberekkel. Sőt, tulajdonképpen a genetikai vizsgálat is azt fog kimutatni, hogy nagyon kicsi lesz az a genetikai kapcsolat, ami
a mai magyarországi lakosság, illetve az egykori hunavar vagy honfoglaláskori lakosságot összeköti. De ez a kicsi kapcsolat, ez a nyoma, és ennyi nyoma marad meg tulajdonképpen a generációról generációra való keveredés során az egykori kapcsolatnak. Itt nem a génállománynak a mennyisége az érdekes, hanem az, hogy ez a hasonlóság ez milyen módon oszlik meg, és hogy egyáltalán van genetikai kapcsolat, hiszen vannak olyan népek, ahol ez a genetikai kapcsolat egyáltalán nem kimutatható, hiszen nem előzi ezt meg egyfajta embertani kapcsolat. Ha arra gondol, hogy generációról generációra, hogy egyébként feleződik a génállomány, ugye ahogyan a öröklődés megy, ugye a két szülőnk van, 4 nagyszülőnk, 8 dédszülőnk, és így tovább. Ez egyre kisebb mértékben marad meg, tehát hogyha egy ilyen 30 éves generációváltással dolgozunk, akkor 300 év az azt jelenti, hogy 10 generáció telik el. Tehát itt nagyon sok generáció választja el ezeket a népeket. Éppen ezért a genetikai kapcsolat is, hogy így mondjam, már csak egy jelzésértékű, de pont ez az az információ, ami felhasználható arra, hogy megmutassuk, hogy tulajdonképpen itt van egy kontinuitás, milyen mértékű ez a kontinuitás, a lakosság hány százalékát érinti. Ezek nagyon izgalmas kérdések, főleg azért, mert a klasszikus történettudomány az nagyon kevés adattal rendelkezik ebből az időszakból. Tehát ott, ahol komoly írásbeliség van, könyvtárakra rúgó írott forrás van, amit lehet elemezni, ott ezek a vizsgálatok nyilván nem annyira fontosak. Viszont azokban a régiókban, azokban a történeti korokban, ahol nem nagyon van írott forrás, ott tulajdonképpen ezek a természettudományos módszerek, természettudományos módszerekkel leszűrt eredmények, ezek lehetnek döntőek egy-egy fontos történeti kérdésnek a megválaszolásában. Hogy válaszoljak a kérdésére, itt hun, avar, honfoglaláskori, egy besenyő és az Árpád-házi uralkodó családba tartozó két egyennek a koponyáját mutatjuk be, mint ami a vizsgálatnak a tárgyi anyaga. Az erről készült arcrekonstrukciókat, hiszen ugye a koponyát a szakember ugyan látja, hogy milyen lehetett az arc, de hát azért ebből az országban nagyon kevés embernek van ezt tudása. Viszont egy nagyon speciális módszerrel, ezzel a szobrászi arcrekonstrukcióval, aminek egy nagyon komoly anatómiai alapja van, ezzel meg lehet jeleníteni azt, hogy hogy nézhettek ki. Ezek alapján egyébként hogy néztek ki? Hát itt egyfajta változatosságot fogunk látni, és mivel a kiállításunk alapvetően arra a kérdésre próbál választ adni, hogy ez a kelet, úgynevezett keleti szál, ez megfigyelhető-e, ezért gyakorlatilag itt egy olyan koponyákat fogunk látni, ahol a embertani adatok alapján látszott a keleti kapcsolat, és a genetikai kutatások ezt meg is erősítették. Ezért itt egyfajta mongoloid jelleg bekeveredését fogjuk látni az európai jellegek közé. A hunoknál kifejezetten európa-mongolid arcot fogunk látni, szélesebb járomcsonta, nem annyira kiugró orra, kicsit laposabb homlokkal. A avarkorban lesz egészen mongolid a koponya is, amit lehet látni, illetve olyan, amelyiken csak nagyon mellékesen jelennek meg ezek az ázsiai jellegek. A honfoglaláskor, ami a legnagyobb része a kiállításnak, ott nagyon sok fajta arcot lehet látni, és a vége, ugye az Árpád-ház, ahol ott pedig annak a kettő Árpád-házi uralkodói családba tartozó személynek látjuk az arcát, ahol a mai tudásunk szerint biztosan kimondhatjuk, és nevet is rendelhetünk a személyek mellé. Az ő arcukban pedig látjuk egyfajta keveredést. És kik ők egyébként? Harmadik Béla Árpád-házi királynak, illetve negyedik Béla király anyai ágú unokájának, akit Macsói hercegnek neveznek, Béla Macsói herceg, az ő koponyájukat fogjuk látni, illetve az ő koponyájukról készült arcrekonstrukciót. Ezeknél az uralkodói családoknál, hiszen tudjuk, hogy a házasodás az mindig egy politikai döntés, itt ők a környező, sok generációt a környező országoknak, fejedelemségeknek a lányaival házasodtak, a Árpád-házi uralkodók, ezért kevert arcokat fogunk látni, mindkét arc egyébként nagyon érdekes, és egyfajta hasonlóság az, hogy a magas az arc, kicsit lapos, kicsit egy ilyen enyhe mongoloid vonás lehet látni a járomtájékban, és nagy szemüveg van,
viszonylag nagy orra. Tehát egy ilyen kevert jellegzetességet fogunk látni, alapvetően európai arcukat látunk kicsi mozaikos mongoloid jellegekkel. Egyébként ez az a fajta arctípus, ami Magyarországon nagyon sok helyen máig is jellemző, hogy alapvetően európid embereket látunk, de hogyha tőlünk sokkal nyugatabbra megyünk, akkor ahhoz képest mozaikosan egy-egy mongoloid jelleget fogunk látni, kinek az arca szélesebb, kinek az óra egy kicsit kevésbé kiugró. Tehát ez az, amit ugye az antropológia régen úgy nevezett, hogy alföldi típus, egyfajta mozaikosságát látjuk itt a keleti eredet, illetve a sok-sok generáció, amit itt a nyugati világban töltöttek őseink, ezeknek a keveredéséből. Ön egyébként hogy látja, mennyire volt az elmúlt évtizedekben tere ennek? Tehát ugye a magyarság őstörténetéről, eredetéről rengeteg legenda terjed. Én kívülről kicsit úgy érzékeltem, mintha ezeket a szakmai vitákat nem igazán folytatták volna le, talán ilyen ideológiai okoktól félve, de aztán úgy tűnik, mintha most akár a Magyarság Kutatóintézetnek a felállásával, akár azzal a kiállítással, amit most önök csinálnak, elindult volna valami. Ez így van. Ugye itt egy politikai döntés volt ennek a magyarság eredetnek a hátterében. Gyakorlatilag a egykori Szovjetuniónak kifejezetten kedvező volt, hogy a legkeletibb türktudatú nép, ugye, vagy legnyugatibb türktudatú nép, a magyarság, az a rokon népét, azt kicsi finnugor vagy ugor népek között találja meg. Sokkal kedvezőbb volt politikai szempontból, mint hogyha a egykori Szovjetunió déli területén élő, gyakorlatilag megszállt türk népekhez tartoztunk volna mi is rokonnépként. Tehát volt egyfajta ilyen politikai, hogy mondjam, logika mellett, hogy a magyarságnak az eredeténél a finnugor szállat domborították ki. Ami egyébként nyelvészetileg nyilván igazolható is. És genetikailag, anatómiailag? Az antropológia az mindig is vitában állt a 20. században ezzel a nézettel. Egyébként meg is lett ennek a böltje, hogy így mondjam, az antropológia háttérbe is szorult, mint tudományterület, hiszen a mai hantik mansik, akik a nyelvrokonaink között embertanilag nem lehet látni a kapcsolatot az egykori magyarsággal, sem térben, sem időben. Tehát az antropológia mindig is látta ezt a fajta, hogy mondjam, ellentmondást. A baj az, hogy a nyelvrokonságot, ami létezik, ezt nagyon sokszor egyszerűen rokonságként interpretálták. Tehát az a mondat, ami úgy korrektnek tűnik nyelvészeti alapon, hogy a magyar nyelvnek van egy finnugor eredete, van egy ilyen rétege. Ez ugye úgy ment át a köztudatba, a tankönyvekbe, hogy a magyar nyelv helyett a magyar nép finnugor eredetű. És ez viszont egy nagyon durva csúsztatás volt. A nyelvészeket szeretik eltagadni, de csak ki kell nyitni az régi középiskolai, általános iskolai tankönyveket, az egykori akadémiai kiadó által kiadott műveket, és ott lehet látni, hogy bizony ez a fajta csúsztatás, ez rendszeresen megjelent. Most a kiállításunk nem a nyelvészettel, nem a történettudománnyal foglalkozik, az nem a mi területünk, csak a természettudományos módszerekkel, koponyákat látunk, abból készült arcrekonstrukciókat, és nagyon fontos, hogy a tárgyi hagyatékból, a régészeti leletekből a legfontosabbakat, és itt csak a honfoglaláskorra koncentráltunk ebbe a kiállításba, ezekről készült, hiteles régészeti leletekről készült, hiteles tárgymásolatokat is bemutatunk, ami a Magyar Turán Alapítványnak a közreműködésével került be a kiállításba. Tehát aki eljön megnézni a kiállítást, az lehet koponyákat, arcrekonstrukciókat, olvashat az antropológiáról, genetikai eredményekről, a mai tudásunk szerint korrekt és kifejezetten mértéktartó megjegyzéseket, illetve megnézheti, hogy milyenek lehettek azok a tárgyak, amelyekkel ezek az emberek együtt éltek. Mennyire díszesek voltak, mennyire finoman megmunkáltak voltak. Tehát ez egyfajta, hogy én mondjam, a egykori életbe egy kis bepillantást. Na akkor gyors kérdés a végére, meddig látható a kiállítás? Nagyon rövid, egy hónap, utána vándorolni fog a kiállítás Magyarországon, Kárpát-medencében, illetve a keleti országokban. A kiállítás tegnap nyílt,
november 18-án már lebontjuk, tehát egy hónapon ezt megnézni a Budapesten a Természettudományi Múzeumban, és utána viszont akinek az egyszerűbb, akinek a lakhelyhez közelebb kerül a következő években, ez a kiállítás nem raktárba kerül, hanem vándorkiállításként fog vándorolni. És nagyon fontos a végére szeretném elmondani, hogy három darab, illetve három intézménynek a közös munkáját láthatjuk itt. Mi adtuk a embertani anyagot, a Magyar Természettudományi Múzeum, a genetika, illetve bizonyos történeti adatokat a Magyarság Kutató Intézet, és a Magyar Turán Alapítvány pedig azokat a gyönyörű tájmásolatokat, amelyeket meg lehet tekinteni a kiállításban. Rendkívül izgalmasan hangzik, én biztos, hogy meg fogom nézni. Bernard Zsoltnak köszönjük szépen, hogy itt volt velünk.